tetszetős és környezetbarát csomagolások, amelyeket a szakmai zsűri díjazott. A csomagolóipar jelentős változások előtt áll, amiket a közelgő szabályozások és új technológiák formálnak. A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség szakmai konferenciáján a fenntartható megoldások kerültek a fókuszba. Ismertették az új szabályozást, amely alapjaiban változtatja meg a csomagolóipar működését. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy ez a csomagolás forradalma. A megismert tervezetből rengeteg újdonság van. A vállalatoknak teljesen új alapokra kell helyezni a csomagolásaikat. Mindezt különböző értékelési szempontok szerint kell elvégezniük, és erről megfelelőségi igazolást, európai megfelelőségi igazolást kell kiállítani. Jó hír a rosszban, hogy ez 2030-tól lép hatályba ez a rendelkezés. Látszólag van rá felkészülési idő, azonban ha belegondolunk, hogy jelentős átalakításokat kell hozni a csomagolás technológiában, lehet, hogy új csomagológépekkel, új csomagolóanyagokkal, új csomagolási technológiával kell dolgoznanak a vállalatok. Ha mindezt végre ezt kell vinni, akkor már lehet, hogy az a 5 év, ami a rendelet várható hatályba lépéséig hátra van, már nem is lesz esetleg elég. A Hungaropak magyar csomagolási verseny díjátadóján olyan innovációkat ismerhettünk meg, mint a világújdonságot jelentő újra tölthető spray, amely egy régóta használt termék új, fenntartható változata. Ez egy világújdonság, tehát ez világ szinten nem ismert újratöltési technológia. A megoldás, amit kidolgoztak, ötszöri újratöltést tesz lehetővé. Gáz helyett sűrített levegőt használ, pilot projektként fut, és ismereteim szerint 3 darab automata került kihelyezésre Rossmann üzletekbe, és most november folyamán további 30-at fognak kihelyezni, amivel a megvalósítók országos lefedettséget fognak tudni. Az idei 41. Hungaropak magyar csomagolási versenyre 55 pályázat érkezett. A díjazottak részt vehetnek a nemzetközi World Star versenyen, ahol a magyar tervezők már hagyományosan kiemelkedően jól szerepelnek. A tavalyi versenyen 6 világdíjat érdemeltek ki, az utóbbi több mint 20 évben pedig 134-et.